A képzés első 10 esztendejében egy-egy rendészosztályba válogatták a jelentkezőket, akiknek tanulmányi eredményeik mellett egészségesnek kell lenniük, és a fizikai követelményeket is teljesíteniük szükséges. Ez utóbbi elsősorban azoknál a diákoknál fontos, akik a későbbiekben a rendészeti pályát kívánják hivatásul választani. A 4 év alatt sikerül megszerettetniük a középiskolásokkal, a pedagógusoknak és az oktatásba bekapcsolódó szakembereknek a rendészeti pályát, hiszen sok végzős választja érettségi tantárgynak a belügyi rendészeti ismereteket, majd a rendészeti szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. 15 évvel ezelőtt indítottuk a rendészeti képzést. 15 évvel ezelőtt Forgács tábornok, aki zempléni születésű, Sárospatak és Újhely kötődéssel miskolci kapitányként került az országos főkapitányi posztra, őt kerestem meg egy levélbe, hogy érdeklődés mutatkozik egy rendészeti képzés iránt. Akkor az országban még csak néhány ilyen középiskolai szintű képzés volt. Ő azonnal fogékony volt erre, és Berta tábornok úr, ő volt a utódja itt Miskolcon, egy 3-as egység, az országos főkapitányság, a megyei főkapitányság, a helyi kapitányság, és az önkormányzat támogatásával, Magda Gábor polgármester úr volt akkor a Szerencsváros polgármestere, egy ilyen megállapodást kötöttünk, hosszú távra, rendészeti képzéssel és egy alapító okiratot fektettünk le. Nem gondoltuk akkor még, hogy ez ilyen sikeres és ilyen kedvező fogadtatásra talál majd. Ez olyannyira jól sikerült, hogy a 15 évből 10 évet egy osztállyal, tehát mindig ugye feljövő első, második, harmadik, negyedikes évfolyammal, 10 év után pedig az óriási érdeklődésével tekintettel 2 osztállyal indítottuk. Tehát most már elballagott az első olyan osztályunk, ahol párhuzamos, tehát 2 rendészeti osztály is fut egyszerre. Tulajdonképpen a rendészeti képzés 3 területre készít elő bennünket. Jogi egyetemre, államigazgatási főiskolára és rendőrtiszti főiskolára. Ezek gimnáziumi osztályok, tehát nem csak fakultáció és szabadsáv működik ebben a rendszerben, ez gimnáziumi osztály, de emelt óraszámmal mennek pont amiatt, hogy a jogra is, államigazgatásra és rendőrtiszti főiskolára is magyarból, történelemből kell felvételizni. Ezeket a tárgyakat, ezeknek az óraszámait megemeltük, így jóval magasabb előképzettséggel felvételizhetnek, illetve jelentkezhetnek a tanulók ezekre a területekre. Megbontottuk a testnevelési órák csoport számait is. Itt bontott csoportba kötelező emelt szinten tanulják a testnevelést, plusz önvédelmi képzés van, egyenruhájuk van, ilyen judó vagy judószerű ruhába, uniformisba öltöznek ezeken az önvédelmi órákon, ahol megfelelő szakember irányításával a dobásokat, ütéseket, védéseket, támadásokat tudják elsajátítani. Rendőrtisztek segítenek az oktatásba, rendőrtisztek és főtisztek, akik a szaktárgyakat, illetve a szakmai tárgyakat oktatják. Itt általában a helyi kapitányok, a soron következő kapitányok, most is a helyi kapitány, illetve néhány olyan rendőrtiszt, aki ebbe be tud segíteni. Nagyon eredményes a képzés, és elmondhatjuk, hogy a tanulók, főleg az A-osztályos rendészeti tanulók hozzávetőleg olyan 70%-a tovább tanul, elsősorban a rendőri pályán, de akik nem tanulnak rendőri pályán, azok a rendőrszakközépiskolába folytatják a tanulmányokat Miskolcon. Nagy örömmel veszik a mi tanulóinkat, hiszen a képzésben itt olyan előismereteket tanulnak, amelyekre könnyebb építkezni a rendőrszakközépiskolában is, és természetesen a főiskolán is. Vereckei Csaba, dandártábornok, a Borsodabolyai Zemplén megyei rendőrfőkapitányság vezetője és Ruszkai József ezredes megismerkedett a középiskola által kínált képzési lehetőségekkel, az eredményes oktató-nevelő munkát segítő tárgyi feltételekkel. A rendőri vezetők betekintettek a tanórákba, ahol a gyakorlati és elméleti ismeretek átadását végzik. A vendégek a szünetben megtekintették a bűnmegelőzést szolgáló, a Szerencsi Televízió új ifjúsági műsorát beharangozó filmet. A főkapitány szerint a Bocskaiban végzett tevékenység több szempontból is figyelemre méltó.
beváltott ígéretektől vagy várakozásokról én azt tudom mondani, hogy a rendőrség részéről támasztott elvárások és várakozások azok maximálisan teljesültek. Több célú ez a dolog, és nem biztos, hogy az egyetlen kitűzött cél vagy elérendő cél az lenne, hogy minél több gyerek rendőrnek adja a fejét, egyáltalán nem erről van szó, hanem egy picit a rendészeti szemléletet, a rendészeti ismereteket eljuttatni ahhoz a korosztályhoz, akik egyrészt már abban az időszakban élik az életüket, amikor hosszú távú döntéseket is kell hozni, és esetleg ebbe az irányba elkötelezhetik magukat, de ez az életkor, ez különösen veszélyeztetett is, hiszen már a büntethetőség korhatárán túl vannak. Az életben számos olyan helyzettel találkozhatnak, amit ha jó döntést hoznak, akkor okosan el tudnak kerülni, másrészt pedig komoly bajba is keveredhetnek. Ezekkel a plusz ismeretekkel felvértezve szerintem jobban eligazodnak az élet útvesztőiben, és nagyobb eséllyel jutnak abba a stádiumba, hogy egészséges, fizikálisan és pszichésen normális felnőtt emberek válhatnak belőlük. Borsod-Abolcs-Zemplén megye hány középfokú oktatási intézményben található meg ez a képzési forma, és mi a vélemény a főkapitánynak a Szerencsi Bocskai István gimnáziumban végzett e tevékenységről? Megyeszerte folytak ilyen képzések, és az előző kérdéshez, vagy kérdésre csatlakozva azt mondanám, hogy ez az érdeklődés ez egyre fokozódik, és valószínűleg, hogy az élet igazolja a létjogosultságát és a sikerét ennek a kezdeményezésnek. A Bocskai gimnáziumról azt tudom mondani, hogy hagyományosan jó az együttműködés, hosszú évekre nyúlik vissza, már történelmi hagyományai vannak ennek az együttműködésnek, és a legelsők között indult be itt a rendészeti képzés, ami szerintem sokak számára példát, követendő példát is jelentett, és itt csak köszönni tudom és dicsérni az iskola menedzsmentjének és vezetésének a hozzáállását, akik ezt a bölcs döntést akkoriban meghozták, és a mai napig támogatják és fontosnak tartják ezt a fajta képzést. Az intézményben tett látogatás keretében rendőrtisztek vendéglátóikkal együtt beültek az iskolapadba is. Keresztesi János Szerencsi rendőrkapitány rendészeti ismeretek órája, ahol a diákok érdeklődők voltak, bizonyították a felkészültségüket. A rendészeti osztályokból ugyan kisebb a továbbtanulók aránya, akik azonban felsőfokú oktatási intézménybe jelentkeznek, szinte kivétel nélkül szakmai irányba folytatják ismereteik bővítését. Rendőrtiszti főiskolán Nemzetvédelmi és Közszolgálati Egyetem különböző karainak hallgatóiként jutnak olyan szakmához, ami a későbbiekben megélhetés biztosít számukra.